A Polák Expo az egyik lehetőség, ahol érdekes újdonságokat lehet kipróbálni. Ez például egy virtuális valóság szemüveg, amiben egy egyszerű telefon van, és ennek a kettéosztott kijelzője a két szemüveg elé kerül ennek a szemüvegnek a segítségével. És hiszik vagy sem, én most egy háromdimenzióban megjelenő tájat látok, és amerre fordulok, aztán változik a látvány a szemüvegemben. Szóval azon kívül, hogy ez egy nagyon szórakoztató dolog, ennek természetesen haszna is van, például egy építész által 3D-ben megtervezett házat bejárhat valaki egy ilyen szemüveg segítségével virtuálisan. Ez a rendszerhez kell egy minőségbiztosítási ellenőr, aki ott meglöki? Hát, most igen. Az emelkedőt is segít. És hogyha most ráteszem, akkor ezt az emelkedőn is megtudom? Azt már nem biztos. És oda teszem, akkor a súlyjal is tudnia kellett. Igen, ha nem kap nagyon hirtelen impulzust, akkor... Itt mellettem egy multifunkciós 3D nyomtató. Azt kell róla tudni, nem csak 3D nyomtatásra, ezért is multifunkciós, hanem képes lézer CNC használata, tehát lézert is tudunk rá applikálni, illetve egy maró fejet, amivel különböző testeket lehet például fából, fémből, vagy esetenként, amire én is használom, elektronikai nyárfekapot tudok vele kimaradni. Ő egy professzionális 3D, FDM 3D nyomtató. Ebben jelenleg most egy T-Rex-nek a low poly koponyáját nyomtatom ki, egy bemutató nyomtatás igazából. Beton termékek gyártásával foglalkozunk. Láttatok itt otthoni kellékeket, kiegészítőket, valamint ékszerekkel is foglalkozunk. Igazából nagy a kihívás benne, mivel hogy az egészen kicsi termékektől az egészen nagyokkal is foglalkozunk, és ezeknek mindegyiknek más technikája van. A Pollákon tanulunk, itt Pécsen, és itt is dolgozunk, itt is foglalkozunk ezekkel, és hosszú távú céljaink azok, hogy később egy saját stúdiót alapítsunk, egy saját műhelyel, és ezekkel tudjunk foglalkozni. Ez, ami a kezemben van, ez egy betonkocka, ami egy hangulatvilágításként szerepel. Úgy működik, hogy optikai szálak vannak belefűzve, a közepébe pedig egy LED van integrálva, és ez engedi ki a fényt igazából. Vannak ilyen nagyobb paneljeink, ezek ugye burkolásra, belső-külső burkolásra készülnek, valamint vannak ezek az egész pici gyűrűink. Igazából ezek azért érdekesek, mert ugye sokkal nagyobb igénybevételnek van kitéve, ezért sokkal szilárdabbra kell kötnie, sokkal finomabb betonból kell készülnie, úgyhogy nagyobb kihívást is jelent nekünk elkészíteni, de sokkal érdekesebb is szerintem. Pollák Eco Team által épített járgányról beszélünk. Ez az autó arra lett tervezve, ugye, hogy minél kisebb üzemanyag felhasználással minél nagyobb utat megtegyen. Villamos hajtás került bele, és hidrogéncellával ezzel állít elő villamos energiát, és ezt kapacitorban tárolja, és ez átszámolva benzinre 1 liter benzinnel 3000 kilométert tudna megtenni. A kezemben látható eszköz pedig egy Paratower drón. Ezt a műszaki és informatikai tanszék használja különböző kutatási témákhoz és projektekhez. Amit az eszközről tudni érdemes, ugye ő nem egy merev szárnyú gép, egy úgynevezett quadcopterről van szó. A repülési elve hasonlít a helikopterekéhez, tehát alapvetően nagyon könnyen tud egy helyben lebegni. Több szenzorral van ellátva, amik segítik a tájékozódását és a stabilizációját. Egy élkereső algoritmust futtat folyamatosan, és ezzel tartja a pozíciót.
Itt azért is vagyunk most éppen körbe tapétázva, mert ha nem elég jellegzetes a talaj, akkor ezen a rossz felbontású képen összefolyik. Ilyenkor különböző papírokat ragasztunk le, és magát a drónnak a dobozát használjuk felszálló pályának, hogy legyen valami, ami alapján tájékozódni tud. Az elején van egy HD Ready kamera, ezt használjuk több projektnél, viszont például, amit most csináltunk, az előbb, amikor mentünk egy kört, akkor fölülről akartuk fölvenni itt a teremben az expo területét. Erre nem alkalmas, hiszen előrefele néz, ha úgy megdöntjük a drónt, hogy ez lefele mutasson, akkor hatalmas sebességgel kezd el repülni, gyakorlatilag irányíthatatlan lesz, és a kép is valószínűleg elmosódik némileg. Ezért raktunk föl rá egy GoPro-t, ezzel viszont nagyon megrövidült a repülés ideje. Egyébként normál súllyal, tehát plusz teher nélkül akár 20 percet is a levegőbe tud maradni, így legfeljebb 8 percet, inkább 5-6-ot, és utána már le kell vele szállni, mert instabillá válik. Jelenleg olyan projektjeink vannak, amiket dolgozunk, mint mintakövetés. Egy papírra kinyomtatott mintát követünk, ezt követi távolságot, próbálja hozzá tartani, valamint próbálja a kameraképének a középpontjában tartani a szoftver, amit írtunk. A végcél az lenne, hogy önállóan egy ismeretlen területen tudjon tájékozódni, miközben feltérképezi az adott területet, akár meg tudjon közbe keresni pontokat. Ezért is nagyon fontos egy mintakeresés és az objektum felismerés, hogy ha valamilyen céltárgyat vagy esetleg embereket keresünk egy lezárt területen, vagy nehezen hozzáférhető területen, akkor fölismerje azt, hogy mit lát, meg tudja, vissza tudja nekünk mondani a koordinátákat, hogy hol találta, így szükség szerint bemehetünk érte, vagy mentő expedíciót lehet szervezni a fölösleges kutatás nélkül.